két 12. hely után végre győzni tudott Rasovszky Kristóf a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának portugáliai versenyén 10 kilométeren. A 21 éves veszprémi úszó ezt követően duplázni tudott a hazai medencés hosszú távú országos bajnokságon is. Kristófot Skype-on értük utol. Szia Kristóf, hallasz minket? Jó reggelt, tisztán hallom. Na hát egyet rontottam, ugye a hazai bajnokság az ezt megelőzően volt, tehát a portugáliai verseny előtt, tehát azért már szépen kezdett alakulni itt a te formád. Hogy sikerült ezt most megnyerned? Mi kellett hozzá? Igazából főként az kellett hozzá, hogy nem hibáztam most, hanem úgy érzem, hogy mindent sikerült úgy megcsinálni, ahogy szerettem volna, hiszen nem mentem előre az első pár körben a versenyen, és a második felére tartogattam inkább az erőmet, és jól sikerült, hát igazából irányt sem tévesztettem, mint az előző állomáson, úgyhogy ez kellett mindenképpen hozzá. Mi történt az előző állomáson? Hogyan tudtál irányt téveszteni? Ugye az utolsó kanyart rossz irányba vetted. Igen, hát őszintén szóval ezt még én sem tudom teljesen. Inkább azt mondanám, hogy kicsit túlfordultam a fordulónál, mint kellett volna. És hát nem igazán néztem előre, hiszen volt mellettem egy német ellenfelem, úgyhogy gondoltam, biztos jó helyen vagyunk akkor. Aztán, amikor fölnéztünk, akkor vettük észre, hogy már mindketten rossz irányba úsztunk. Azért nem szerény mezőnnyel versenyeztél együtt, volt ott címvédő, olimpiai bajnok. Hogyan állsz ezzel? Nagyon fiatalon oda kerültél, és az elmúlt szezonodat nézzük, hát már ott fergeteges, ugye 3 világkupát tudtál nyerni. Hogyan fogadnak ők téged, és kik voltak itt most a legnagyobb ellenfelek? Én úgy gondolom, hogy egy eléggé barátságos közeg, és eléggé jól megszokják egymást az emberek, ugye azért mégiscsak általában ugyanezek az emberek úsznak egy-egy versenyeken. Úgyhogy szerintem egy elég barátságos közeg, és elég sok mindenkivel jóban is vagyok már, úgyhogy szerintem ez inkább egy ilyen kis család már gyakorlatilag. Hát a legnagyobb ellenfelek ugye az olimpiai bajnok Wertmann, ő mindig jól szokott úszni, úgyhogy rá kifejezetten azért figyelni kellett, hogy mikor fog elindulni. De azért te ott vagy egy ilyen kis fiatal, feltörekvő gyerek, aki az első felnőtt mezőnyében kapásból letette a névjegyét. Mit szóltak hozzá, és mi kellett ahhoz, hogy te már 20 évesen ilyen eredményt elérjél? Szerintem ez igazából nem egyedülálló, hiszen a francia Olivier Marc-Antoine, ő egy éve idősebb nálam, és 16-ban már az olimpián 3. volt, úgyhogy ez nem teljesen így egyedülálló, úgyhogy hát mindenképp a sok edzés és az, hogy ha valaki föl tudja mérni, hogy éppen hogyan is kell csinálni a verseny közben, akkor az sokat segít. Ugye a portugál verseny előtt volt a hazai medencés hosszú távú országos bajnokság, ott 5 kilométeren és 10 kilométeren is nyerni tudtál. Mit szeretsz jobban? A medencét, vagy a nyílt vizet, vagy melyik az, amelyiket nehezebb elviselni, akár a monotonitás miatt? Mindenképp, hogyha ezeket a hosszabb távokat nézzük, akkor a nyílt víz az sokkal jobb. A medence az sokkal monotonabb, azért ott két fal között úszik az ember 2 órán keresztül, azt elég nehéz elviselni. Úgyhogy a nyílt víz az, amit sokkal jobban szeretek. De ne arra, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen hosszú távot ússzon egy vízbe? Tehát mi jár közben a fejedben? Hát ezt sokszor meg szoktak kérdezni, és igazából nem tudok rá mit válaszolni. Elég sok mindenen szoktam gondolkodni, néha eszembe jut egy zeneszám, amit előtte hallgattam, és akkor az megy egy ideig a fejemben. Eszembe jut, hogy nem is tudom, akkor milyen jót fogok enni majd vacsorára, úgyhogy ezek így változnak közben. Mit szeretsz ebben az úszásban, ebben a hosszú távú úszásban? Mi az, ami téged ennyire magával ragadott? Hát mindenképp ugye azért az is sokat segített benne, hogy megvannak az eredmények is, illetve tényleg az, hogy ez egy ilyen kis családias légkör az egész verseny, és mindenki jóban van majdnem mindenkivel, úgyhogy ez így sokkal jobban vonza az embert, hogy ott úszon.
Nagyon érdekes, hogy te azt mondod, hogy családias, és akkor nekem rögtön eszembe jut, hogy az olimpiai bajnok Risztovéva, aki azt mondja, hogy elképesztő csaták mennek a fordulókon, és akkor ott mindenki rúgja, harapja, csípja a másikat. Na most ez is benn van a családiasban? Vagy nálatok azért ez másképp van? Igen, ez is benne van, de hát, ha úgy veszük, minden családban vannak azért a gyerekek között bunyók, úgyhogy ez inkább ilyen, tényleg emiatt még jobban egy ilyen család marad ez a közösség. Amikor nyílt vízen vagy, akkor mennyit kell taktikázni? Mennyire lehet egy ilyen versenyen taktikázni? Hát mindenképp taktikázni kell. Mindenki megpróbálja a saját erősségeit ugye érvényesíteni, és hát elég nehéz végigmenni úgy egy versenyen, hogy mindig az történik, amit te szeretnél, úgyhogy mindenképp azért közben is gondolkodni kell, és változtatni azokon, hogy aztán jó eredményt lehessen elérni. Ugye tavaly is pont ezen a portugál versenyen szerezted meg az első világkupa sikeredet, és aztán utána Kanadában és Kínában is hasonlóan az élen végeztél, vagy az első helyen végeztél. Milyen versenyek jönnek most? Mire készülsz, és tulajdonképpen hogy van a tervezet erre a szezonra? Hát a tavaly évvel ellentétben végigmegyünk az összes világkupa állomáson, és hát a következő ugye a szombati füledi világkupa lesz, ahol úszni fogunk. Hát szeretném igazából folytatni ezt, amit most elkezdtünk itt Portugáliában, hiszen tavaly is itt kezdtünk, és utána zsinórban 3 világkupát nyertem, úgyhogy mindenképp jó lenne, hogyha tudnám folytatni legalább a dobogós helyezések gyűjtését. Ugye a Balatonfüred tavaly kimaradt a világkupa sorozatból a világbajnokság miatt, így aztán neked a hazai verseny az még úgy nem állt össze, még nem sikerült itthon nyerned. Milyen esélyed lesz most itthon? Mennyire szereted a Balatont? Kifejezetten szeretek itt úszni. Ugye Füreden eddig 2-szer úsztam így, hogy világkupa vagy világbajnokság, és mindkétszer 5. voltam, de hát ezek inkább jó emlékek maradtak meg így is, hiszen az első felnőtt világkupámon lettem 5. és az első felnőtt világbajnokságomon, amik azért így elsőre nem hangzanak rosszul. Ugye mindig azt mondjuk, hogy a hazai pálya az előnyt jelent egy sportoló számára. Milyen előnyt tud okozni az, hogy te a Balatonban úszol? Az olyan fura, valahogy nyílt víz, az ember belemegy, aztán mondjuk ismeri, nem tudom, mit lehet ebben ismerni? Mitől hazai pálya számotokra? Hát az ember, hogyha éppen hullámzik a víz, sokkal jobban ismeri a hullámzást, hogy mennyire kiszámítható, mennyire kiszámíthatatlan, hogy éppen hogy fog jönni a víz, és azért ez is sokat segít, illetve miután sokkal többet tudunk benne úszni, így aztán a különböző hőfokokra is sokkal jobban föl vagyunk készülve magában a Balatonban. Krisztóf, hát nagyon sok sikert kívánok neked ehhez a hazai világkupához, hogy tényleg legyen már meg ez a hazai siker, és aztán a szezonhoz is. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen. Hello.